Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna, Bannerlord sorozatának, Eagle Rising változatának 22. része. Nem emlékszem, hogy mit csináltunk utoljára igazából. Jó, oké, valamennyire emlékszem, tehát ez... Ilyenkor, amikor azt mondom, hogy nem emlékszem pontosan mit csináltunk, az nem azt jelenti, hogy akkor abszolút nem emlékszem semmire, hanem azt jelenti, hogy nem tudom, hogy pontosan itt ebben a pillanatban milyen célokkal voltam itt, és merre haladtam esetlegesen. De mindegy, mert vannak terveim erre a részre igazából. Semmi olyan, amit ne láttatok volna. Igazából szeretnék harcolni. Tehát jó lenne följebb venni a kereskedelmet, még vinni a szintet. Viszont szeretnék kereskedni. Ransom prisoner. Ja, mindenkit eladunk. Pápá, hello, sziasztok. Kereskedés. Minden? Minusz 40 ezer? Akkor nem adunk el mindent. Akkor kezdjük a fegyvereken kívül minden mással. Jó, hát akkor eddig jutottunk, úgy érzem. Jó, ezzel még lejjebb vettük. Úgy né, 60 ezer plusz pont. Jó van. tényleg itt a hajóimmal tudok innen. Nem fogunk tudni innen menni. Így, hát akkor ez nem olyan egyszerű innen hazajutni. És tudom, hogy hol állomásozik jelenleg a hajóm. Vagy hogy állomásozik-e valahol. Ezt nem mondod el, hogy hol van? Igen. Azt nem. És itt beszélgetek valakivel. Vennék hajókat, így mindenhova veszek egy-egy külön hajót. Egy flottillát. Empurisba és Tartessosba. Hát ez mindkettő nekem olyan sokat mond, barátom. Tartessos, Empuris az megvan. Tartessos az a távolabbik. De az hova lesz? Tartessos. Aha. Ez akkor valószínűleg nem tudsz másik néphez hajózni így. Tehát, hogy inkább mindig csak magukhoz visznek. Na nem baj, megpróbálunk visszamenni arról, ahonnan jöttünk. Feltételezem, hogy erről jöttünk. Ha meg nem sikerül 100%-osan, akkor legalább lesz egy jó kis ütközetünk. Idepe. Ki? Itt vannak a hajóim. Nagyon jó. Megszem, 9000-et kéne költenem? Jó, azt nem kéne elfelejteni, hogy hol vannak a hajók. Menjél ki a tengerre. Gyerünk. Pileszor. Utolérlek? Ah, 8,1. Hát ez a utolérlek. Ne. Katrá. Bemegy a városba. Jó, cső. Mondjuk, hát, ha megint kimegy hajóval. Hello? Hát akkor sajnálatos. Kicsivel gyorsabb vagyok. Meg lesz az. Menj neki! Ó, mi van, nyíltengeren nem vagy... Nyíltengeren gyorsabbak vagyunk, de így a partvidéken meg ugyanolyan gyorsak. Akkor várj, akkor kitrükközünk egy minimális előnyt. De sikerült. Nem tudom, hogy megkaptunk-e valami bónuszt, vagy nem. Lényeg az, hogy őket elverjük. Na ez jó kis bemelegítés. A gépemnek is jó kis bemelegítés lesz, hogy betölti. Jéj, betöltött. Itt akartam valamit módosítani. Két különálló csapatra bontottuk az embereinket, és az ijászok itt vannak. Tényleg több ijász látok, mint amennyit te jelzel ott. Tehát azt mutatja, egy ijász van itt. Itt is azt mutatja, hogy egy ijász van. De semmi más. Valaki kérdezte, hogy mi alapján lehet itt szétválasztogatni a csapatokat, és ez a plusz jel az, ami adja, de ez is csak preferenciát ad nekik. Tehát az egységek, akiknek pajzsuk van, egységek, akiknek ilyen lándzsa, pólarmsjuk van, szélszálfa fegyverek, akkor vannak, akik dobálósok, akkor vannak a nehéz páncélos, a magasabb szintű egységek, meg a kisebb szintű egységek. Ezekkel lehet szétválogatni az azonos klasszba eső katonákat. Tehát mondjuk, mit tudom én, kardos, de viszont akkor a kisebb szintű, meg magasabb szintű. De ez nekünk nem segít a gladiátorok szétválogatásában, sajnos. Hmm.
nem gondolkodom. Ti beálltok egy shield fallba. Kicsit lejjebb. Úgy. Ez a csapat követ engem. Oké, és ti se dobáljatok, meg ti se dobáljatok. Ne dobáljatok, ameddig nem látom, hogy hol vannak az ellenfelek, pontosan. Ó, előre jöttek, és aztán úgy döntöttek, hogy fordulnak. Na szép. Kiütköző a csapataimnak. Jó, még mindig jönnek ettől függetlenül. Oké. Okay. Dobálózás mehetsz. Levágom ezt a emberkét, jó? Második csapat dobálózás mehet, és ti támadhattok is. Mert ők felfogták ott a támadást, és a második csapaton majd oldalba kapja őket. És beállunk jobb formációba. Hopp, rossz csapatot küldtem. Nem baj. Nem baj, most már így alakult. Ja, ebben a csapatban van 10 darab íjász, de miért? Az milyen csacskamacskaság, hogy itt van 10 darab íjász beosztva ebbe a csapatba. Valami nagyon rosszul áll a formációkba. Mert tehát én úgy emlékszem, hogy ki van választva, hogy izék legyenek benne. Tehát, hogy közelharci gyalogság. Te meddig fogsz rohanni? Elmenekülsz? Egyszer megállsz. Egyszer csak utalajellek, kivéve, hogyha tényleg elmenekülsz. Leszúrom a pacidat, még egy kell neki. Ledoblak! Hopp, azt talált. Az nem. Az eltalálta megint őt, hát nem őt akartam igazából. Gyere ide! Gyere ide, leszúrom a pacidat. Úgy fordulunk egyet, hát ha nem akar annyira menekülni majd. De hogy is nem. Macska egér játék ezzelre. Meg lesz szalvad! Oké. Okay. Elmenekült. Addig menekülgetett körbe-körbe, míg annyi ember el nem esett, hogy el tud menekülni. Ami azért vicces, mert ha te akarsz elmenekülni, azt hiszem te nem tudsz. Mert ellenség van körülötted, és olyankor nem engedi. Jó, hát igazából vigyünk mindenkit. 22 ember van, aki fejlődhet. Rengeteg cucc. Következőnek megnézem ezt a csapatos dicsőt. Szerintem ott van egy ilyen bug, ami miatt ilyen furán jelzi. Itt még mindig fel van, el van foglalva, vagy fel van lázadva valamelyik település? Emlékszem, amelyiknek a... amelyikben voltak ezek a műhelyeink. Sőt, még vannak, voltak éppen remélhetőleg. Igen, és most profitot is termelnek. Az fel volt lázadva. Vagy nem, el volt foglalva. De még mindig el van foglalva. Komolyan? A szegény birodalom az szenved ezerrel. Volt egy ilyen, hogy gyilkoljuk le azért a császárnő férjét. Ledaráljuk itt a birodalmat, és a császárnő férjét meg elintézzük. De nem kell ledarálni ezeket, így is úgyis le vannak darálva. Azon gondolkodom, hogy tényleg megölni a császárnő férjét, és aztán addig kezelni a helyzeteket, ameddig ugye mi össze nem tudunk vele házasodni. Igazából el tudnánk kérni, csak nem tudom, mennyire akarok vele bajlódni. Mert ha megtámadjuk Rómát, ó, hát titeket elkaptunk. Interesting. Itt az ideje, hogy átadjátok a cuccaitokat.
Ha Rómát megtámadjuk, akkor elveszíthetjük a műhelyeinket, meg akkor a izénket is. Ja, itt ezekből a csapatokból, ezek itt rossz helyen vannak. Nézzétek meg, itt katonák kéne, hogy legyenek. Valami teljesen össze van törve. 0% és 12 ember van benne így is. Na, most átraktold az íjászokat. És akkor ide nekünk egy 50% kéne, hogy menjem. Sőt, igazából... 70-30. Mert a főcsapat az, ami felfogja a támadást, a másik hátba támad. És te jobb azért, hogy szóval te vezeted őket. Most lesz jó. Infantry! Forward! Fogjuk csinálni. Csináljatok egy körformációt. Soldiers! Move! Archers! Forward! Infantry! Make a circle! Footmen! Forward! Próbálok egy kör formációt alkotni. Csak a kör, tehát a zászlónk az nem a kör közepén van. Mint a többi formációnál itt, hogyha rákattintasz, akkor nagyjából a közepére rakja a gombunkat, hanem a izé szélén van. Kör egyik pontjában. Azt fognak állni? Ja? Ja igen? Jó van, akkor várjatok. Ti ne lövöldözzetek, léci. Akkor mindjárt. Mindjárt megoldjuk egy picikét, hogy itt felkavarjuk őket. Ezen nem újjon. Ó, vannak. Azt a mindenit! De megállítottak. Hű, de jól lőnek. Ezt nem tudom mennyire tudjátok, de a sima Bannerlordban simán tudtok olyanokat csinálni, hogy így lovagolgattok körülöttük és ledaráljátok őket. Ezek viszont rendesen el tudnak találni. Kivédi. Le vagyok nyűgözve, hogy módolással lehet olyan AI-t készíteni, amikor működik a játék. Ó, szegény leesett. Mennyi? Szálljál fel a lovadra. Hát akkor ne. Ezt hogy éltett túl? Vasvillával pofán küldtelek. Azért hagytam ott őket körformációba, de valószínűleg azt fogjuk csinálni, hogy arra visszük, és szép lassan mozgunk velük. Mert ebben a körformációban kicsit nehezebb dolguk van a lovaknak. Menjünk. Hopp, ott valakit biztos, hogy levágtak. Menjünk kicsit idébb. Ahogyne. Ez mennyivel egyszerűbb lenne lovassággal. De mondjuk kezdett már unalmas lenni, hogy annyira könnyű lovassággal. Így egyszerűen... Figyelem, srácok, támadás. Lehet azt fogjuk csinálni, hogy ezt a csapatot elhozzuk ide. Még miért lelőnek. Ennek. Az nagyon eltalált engem.
Tartar forward! Bowman! Move! Arrows! Forward! Archers! Circle! Facing out! Archers! Move! Archers! Forward! Egy nem? Így van egy kis védelmük az íjászoknak. Hogy tudok megállítani titeket rögtön? Ne fasz. Halt! Jó. Kész. Nem fogom tudni megoldani, hogy jó eredményesen. Lovasok annyira erősek. Nem tudom, hogy melyik az az ember, aki kitalálta, hogy ő úgy gondolja, hogy a lovasok ebben a játékban gyengék. Ilyenkor érzem azt, amikor az internet emberei csak úgy beszélnek a seggükből kifele. Lovasaim lennének, simán megoldanám ezt a helyzetet. Anélkül, hogy bármi probléma lenne. Tehát a lovasokkal tényleg nagyjából csak úgy kell játszanod, hogy jobb klik ide küldött, hello, szia. Ott láttátok a egyik tevét, ahogy elütötte az embert? Nézd meg, leszúr itt mellettem az ember. Itt a kicsi szörkölt akarsz csinálni. Ja, csak rossz irányba akarsz állni. Ahogy. Rá tudunk-e parancsolni? Shield wall, line, circle, dismount, delegate, transfer, return, nem. Azt nézem, hogy hát ha rájuk tudunk parancsolni, lunge-át használjanak, de nem is vagyok benne biztos, hogy van nekik. Ti hova mentek? Srácok, hova mentek? Nézzétek, ide nyomtam, hogy álljatok ide. Ide. Valószínűleg rosszat nyomtam ezek szerint. Na most rohanjanak belénk. Most elég sokan vagyunk, minden irányba néznek emberek. Jó lesz ez. Hát meg is állították. Azt is. Azt én állítottam meg. Ki nem sikerült mindenkit megállítani, de elég sokat megállítottunk. Következő. Tölt. Az is. Ezt megszúrtam, de tovább ment. Jó, csapataink azért tudják itt a dolgokat, majd megyünk ki ezt. Hopp, egy ló elesett ott. Annyira jól célzok ezzel a láncsával, hogy valami hihetetlen. Na játszunk már mocska egéri játékot, gyere ide! Na maradok a csapatommal, mert egyszer ez... Hopp! Az jó volt. Nem tudom, hogy a lova volt, vagy ő. Megfordul. Tehát
érzékelőt támadok, az megfordul. Nem, menekülnek. Jó, végeztünk. Ez egy elhúzott küzdelem volt. Nem, lovasokat nem csinálunk. Csak azért sem. Mennyi jászom van? Hát még azért egy-kettő megjöhet. Hú, mesteri. Ez mi, az bajszos páncél volt? Jól láttam. Hát majdnem. Ez kicsit olyan kinézete van. Na viszont most hova tűnt az én páncélom? Itt van. Ez volt, azt fogadjunk. Ja. Úristen, hova rakott minket? Várjátok, adjunk előbb képességeket mindenkinek. Ő az íjászunk. Jó. Jó, csak az első számít, tehát úgy az első, hogy a kettő képesség közül mindig a felsők számítanak, mert az a személyes képesség, a party leader meg a personal az nem számít annyira nekünk. 2 hitpont, vagy pedig 20%-kal több sebzés, hogyha nincs pajzs nála. Nála van pajzs. Szóval lesz most 2 hitpontja, az kész. Hopp, neki van egy fókuszpont. Ő egy gyalogsági vezérünk, nem? Akkor legyen a... De nincs is dobálása, vagy nincs dobálós fegyvere? Legyen akkor pólarm. Neki szintén a... Neki is van pajzsa, neki is a 2 életet adjuk, neki is van fókusz, neki is odaadjuk azt. Nézzük hát, ha valaki másnak is van még. Nincs. Így né. Na, hova kerültünk? Olyan random rakott le minket. Ja, várjátok, nem is vizen harcoltunk. Olyan hosszú volt ez az ütközet, hogy már elfelejtettem, hol harcoltunk. Nem, tényleg itt kaptuk el őket. Az gáz, Attila, ennyire azért nem kéne, hogy rossz legyen a memória. Hát na, DDR3-as, jó? Tehát nem DDR4, meg DDR5. Jó, ezek mind jó emberek. Patavium ütközet alatt még nem állunk készen elfoglalni sajnos, de remélhetőleg következőnek. Hogy vagyunk képességekkel? Trade 130... A klán kéne, hogy fejlődjön még, vagy pedig kéne, hogy legyen egy emberem, ki átveszi a stewardship-et. Mi van még? Quartermaster Governor, ez volt az utolsó, nem? Vagy már kiválasztottunk valakit, aki csinálja ezt nekünk? Szerintem még nem választottunk ki senkit. Nem. Viszont lenne rá ember. Scout az mindenképp mi, Surgeon, az úgy nincsen, Engineer az végül is van, de ott viszont szeretnék még fejlődni. Jó, a Quartermastert azt átadjuk neki. Father lesznek. Amivel az lesz, hogy most csökkenni fog a katonáink pont annyira, amennyire kell, hogy csökkenjen. Szóval ennyit bírunk most jelenleg el. Ő neki most fejlődnie kell, és akkor nem fogunk mi már pontot rakni rá. Itt meg eladunk mindenkit úgy. Tű, milyen gazdag ez a település. Mit adsz el? Só, fa, olaj. Ő mennyi random dolog van itt. Itt van egy mozgási sebesség, az nagyon jó. Várjál, azt ne add el. Minden mást eladhatsz. Sőt, van tevénk is, azt is eladhat te, hogy teve. Ez is jó árban van, ezt nem is értem, miért nem írod. Ez bőven jó árban volt. Nem tudom, hogy ő vezeti el a csapatokat, meg kell néznünk. 70 ezeret kaptunk, ez tök jó. Ja, persze, mert egy karaván támadtunk meg, azért volt ennyi mindenünk. Gyere ide, Barbie! Mutasd meg, hogy ki vezeti a csapatot nekem.
meg kell nézni, hogy ki az, aki első személyben, vagy első elsőbségben élvezve vezeti a csapatokat, mert neki akarom odaadni a zászlót. Oké, okay. Born to the fatherless. Oké, okay, az apa nélküli. Jó, hát ezek ellen viszont mindenki, csak menjetek előre, azt támadjatok, az kész. Miért van három lovasom? Ezek egyáltalán hova mennek? Itt van az ellenség. Mindegy, akkor fejlődjünk dárdával, ezek úgyis csak egyszerű banditák. Hopp, azt el is találtuk. El is esett. Ezt is eltaláltuk. Az is megvan. Az is. Szóval ököllel ütjük meg. Trepkennek a láncsák, nem tudom mennyire láttátok. Jó, végeztünk is. Na mennyit fejlődtünk? Dobálózásom nem is fejlődött. Jó, ez... El se fogjuk őket, nem is érdekel. Ruhákért nem is kapnak XP-t az emberek. Értitek? Annyira semmit nem érnek ezek a barbik most már nekünk. Na mindegy, megnéztük. Fatherless volt. Igen, fatherless. Neki van külön zászlaja. Viszont akkor kap még egy zászlót. Ugye ez a pajzsa, ami nagyon király. Szerintem az nagyon jó pofa. Viszont lesz ember, akinek lesz külön zászlója szintén. Azt viszont... Na várja csak. Kik voltak a lóval? Senkinek nincsen lova. Nincs is lovasom. Van itt valaki közelünkben? Lehet, hogy ők voltak. Ja, igen, le vannak lassúva. Ők voltak azok, fogadjunk. Közben... Egy olyat is kell csinálnunk, mert ha ez fejlődne, akkor 15 fővel megint több emberem lehetne, szóval jövünk ide egy arénaharcot is lenyomni. És nagyon igyekszem létszám növekedésre menni, tehát egy 200 főt össze kéne tudnunk hozni, és azzal tudjuk megvédeni a települést, hogyha elfogjuk. Arról nem is beszélve, hogy egyébként itt legalább fejlődünk picit meg. Ohohoho! Az gyönyörű volt, barátom. Na most mi lesz velem? Másodiknak kell lenni! Gyorsan! Fuss! Leszorunk valaki mást. Ott van egy emberünk. Ezt nem bántjuk. Ő lesz az egyik ember, aki nyer. Gyerünk, fognunk össze! Azaz! Várjál! Várjál! Úgy, végre van pajzsom. Neki meg már nincs. Ó, de gyönyörű találat volt. Csak milyen jól bírta. Persze, olyan páncélzata van, hogy kétszer fejbe szúrom, és nem érez semmit. Ott van a harmadik. Szerencsétlen. Az egyszemű lesz végül. Az lesz a beceneve. Az egyszemű. Jaj, ne mind a ketten engem. Hát, hova dobáltak? Jó, helyes. Ő még mindig ő? Szerintem ő még mindig ő. Grey Falcon. Úgy. Eljárt, felvesszük ezt. Szegény ketten támadják. Azt mellé dobtuk. Ahol még... De leszúrom. Gyerünk, Grey Falcon! Túléled! Úgy. Nem jó a tartása nagyon. Kétszer megszúrom, azt már zuhan is. Várjál, hozok egy lándzsát.
az el tudjuk törni a pajzsodat. Várjál! Mennyire vagy gyors? Júj, nagyon. Fussatok, balondok! 80. Így terveztük! Ott is van! Aj, de szeretem, amikor összejön, amit akarok. Na gyere! Kidob távolabb! Úgy. Rájöttem, hogy nem jobb, hogyha eltalálom a lábát, mert az úgyse viszonylag sokat, inkább helyette a pajzsa. LOL! Hát erre nem számítottam. Elejtette a fegyverét. Tudod mit? Pajzsal verlek szarra. Lehet mondjuk az nem visz neki semmit. Nem úgy tűnik, mint a fogyna az élete. Na mi van? Tudod mit, hozunk egy lunge-et. Így. Azt eldobom mellette. Ott van, ne? Szegény. Aj, saját emberünk örögök. Pedig akár bejuthatott volna megnyerni helyettünk. Jó, köszi. Jó, köszi. El sem fogom tudni az összeset dobni. Szerintem eltört a pajzsa. Mennyi lunge-át dobtam el? 3-at, nem? Ja, már nem voltam több. Na, egész eredményes volt. Egész szép csatákat vívtunk. 6 darab ismerettségpontot kaptunk. Mennyi kell? 30 kell összesen, nem? Hogy állunk az alén aréna leaderboardban? Ötvenkilencedikek vagyunk, hát... Az nem most lesz meg. Ott nem jutunk nagyon feljebb egyelőre. 3-26-ja, 30 kellett, akkor még 4 ilyen harcot kéne vívnunk igazából. Nagyon pihenjenek az embereink. És szerintem most el is érkeztünk ennek a résznek a végére. Remélem jó szórakoztatok, és remélem csatlakoztok hozzám legközelebb is. Addig is pedig nézzetek körbe, hát ha találtok mást, amit szívesen megnéznétek. Sziasztok!